a koleszterin élettani hatásairól, és arról, hogy az egészségügyet irányító legfőbb szervezet valószínűsíthetően miért csökkenti bizonyos időnként az ide vonatkozó határértékeket. Több videómban beszéltem, ebben már nem kívánok itt is belemélyedni, inkább belinkelem ezeket a videókat ide a leírásba. Most csak néhány vérvételi labor eredményről kifényképezett referenciatartománnyal szeretném szemléltetni, hát illetve alá támasztani a belinkelt videókban elhangzottakat. Ezek a referenciatartományok határozzák meg a koleszterin szállító LDL és HDL lipoproteinek egészségesnek tekintett, elfogadott mennyiségét, pontosabban az egymáshoz viszonyított arányát. Sokak szerint, és én is így gondolom, hogy a meghatározásban szereplő határértékek időről időre való csökkenése kifejezetten a gyógyszergyártásból származó profit iránti éhséget hivatott kielégíteni. Ha lejjebb viszik a határértéket, akkor több embernek lehet felírni a gyógyszert. Most pedig lássuk a képeket. 2019-ben az LDL egészséges mennyisége 4,14 század millimol per liter alatt. 2021-ben ugyanez már csak 3 millimol per alatt egészséges. A HDL-ből, amiből minél több van, annál jobb, 2018-ban még 1,30 század, vagyis 1,3 millimol per liter az alsó határ. 2019-ben már 0,9 tized is elég belőle. Az LDL lipoprotein terápiás tartomány 2019-ben igen nagy kardiovaszkuláris kockázat esetén még kevesebb, mint 1,8 millimol per liter kellett, hogy legyen. Ugyanez 2021-re már 1,4 millimol alá lett leszorítva. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget!